Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Semmi Komoly, én Hámori Máté vagyok, mai beszélgető társam pedig Hámori Barbara producer. Ami elég rendhagyó, ez a műsor ugyan jellegét tekintve és koncepcióját tekintve leginkább úgy lenne jellemezhető, hogy nyuszik a beszélget barátaival és üzletfeleivel, hiszen olyan művésztársaimmal beszélgetek, akikkel valamiféle közös produkció vagy közös élmény összeköt minket, de most ezzel az adással sikerült szintet lépnünk, úgy érzem ugyanis a saját testvéremmel fogok beszélgetni, aki bár a saját területén, hát lehet azt mondani, hogy az ország egyik legsikeresebbje, hiszen tévés producerként talán az ő nevéhez kötődik a legtöbb jelenleg is egyszerre futó sorozat, illetve fejlesztés, de valahogy még sosem hozta hogy az élet, hogy mi együtt szerepeltünk volna bárhol, művelődési házban, falunapon, gyakorlatilag a szülői ház nappalián kívül nem, nem lehet minket együtt felelni és ezt az őrületes hiányt szerettem volna ezzel a műsorral most kompenzálni. Ráadásul látszólag távol áll egymástól a két kettőnknek a szakmája, de közben mind a ketten valami olyasmit csinálunk, ami mondjuk tíz emberből nyolc számára valami nagyon tiszteletre méltó és elismert foglalkozás, de fogalma sincs róla, hogy valóban mit csinál mondjuk egy karmester, vagy mit csinál egy producer. És adnál magát a kérdést, hogy mit csinál egy producer, de én nem azt akarom megkérdezni, hogy mi az, amit még nem csináltál a gyártási folyamatban, amit egyáltalán nem csináltál soha. Hát ez egy olyan jó kérdés, mert hogy ma hirtelen az jutott teszem, hogy még nem csináltam sminket, meg hajat, de ez se lenne igaz, azt hiszem, mert, hogy, mert, hogy igen, alapvetően az a modernkori televíziós sorozatgyártás, ez a, ez a mindenki, mindenki mindenbe egy kicsit belekóstol, és, és azt hiszem ez rám hatványozottan igaz. És ugye annyiféle részterület dolgozik össze, és mint producer vagy soraner inkább soranerként szeretem inkább titulálni, majd erről nyilván rá fogsz kérdezni, mi az, hogy soraner. Hangzatosabb, mint a producer, az Nem biztos. azért, mert hangzatosabb, hanem mást jelent a kettő. Az egyik egy kreatív megjelölés, a másik pedig inkább egy üzleti megjelölés. A producer az inkább az üzleti részért felel, a showrunner pedig a kreatív megvalósításért. És Csak mint a, produ a féle... producer kifér a műsornak a vizsgáljében, a mert az túl hosszú. De Meg, fogjuk meg nem érti senki. igen. Meg senki igen. Nem érti. Szóval én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok csináltam, már operatőr még nem voltam, és vágó sem. Ez Egyáltalán? Fontos. Mert ugye azért azt fontos leszögezni, hogy de most jelenleg, hát ennek a szakmának a csúcsán majd azt lehet mondani, de ugye te sem úgy kezdted, hogy ide születtél, hanem nagyon-nagyon aprólékosan és tényleg rengeteg részterületet végigjárva jutottál el ide, és azért én te emlékszem arra, hogy amikor te mondjuk kezdő médiás voltál mondjuk így, akkor azért a, a terepen rengeteg időt eltöltöttél, emberekkel beszélgettél, kezdjük ott, hogy mondjuk a népszavás időktől ha elindulunk, de utána azért ahogy én emlékszem, még az sincs kizárva, hogy mondjuk a korai tévés időkben, akár a kamera mögé is beálltál. Biztos, hogy nem fordult ez elő? Nem, egyébként pont a korai tévés időkben, ugye 97-ben, gyakorlatilag most 20, 25 éve regnálok, mint televíziós. Egyébként pont a, a, az újkori kereskedelmi televíziók indulásával kezdődött az én pályám, én akkor kerültem ki az egyetemről. És akkoriban egyébként még sokkal ilyen beágyazottabbak voltak azok a szerepek, hogy mondjuk a kamerához csak operatőr nyúl, vagy a vágóasztalhoz csak egy vágó ül le. Ez azóta egyébként rengeteget lazult, és, és már mindenki ért mindenhez is. De azért mi még abban szocializálódtunk, hogy azért a technológiai részét azt inkább a szakszakemberek csinálják. Mi pedig, én ugye mindig nyilván a tartalommal foglalkoztam, tehát először szerkesztő riporterként, később különböző egyéb főszerkesztői pozíciókba. Tehát én azt gondolom, hogy nem, nem, értettem ahhoz, hogy, hogy operatőrként neki a kamera mögé állni, és, és szerintem ez jól is van így. Nem is volt olyan, hogy beleszóltál volna, mert azért ugye amikor te először tévésként elkezdtél dolgozni, mert talán nem a legelső alkalommal, de, de ilyen komoly portré műsorokat is készítettél, nem is keveset, nagy, nagy magyar művészekkel, előadókkal, ez volt ugye az Ismeretlen Ismerősök című műsor, és ö, ott az ember azt képzelni, hogy, azért, hogy te nem csak egy-egy interjúer voltál, hanem azért a beállítások, gondolom a snittek, hogy mi hogyan legyen, tehát egy picit ennek a mostani életednek az nem lehet, hogy már egy már egyen előszele volt, hogy azért, úgy, ahogy téged ismerlek, biztos, hogy beleszóltál, hogy ne oda tedd azt a kamerát, hanem ezt szeretném inkább látni, vagy így, vagy, de, vagy ez elvált De igen, tört. de ez egy rendezői feladat. Tehát a televíziós szerkesztői porterek azok tulajdonképpen ilyen mini rendezőként funkcionálnak. Tehát rendezőként azt gondolom, hogy már nagyon korán megcsillogtattam az agresszori képességeimet. De... Jaj, de szépen kikerülted az önfényezést, nagyon én, ügyes Én volt. veled ellentétben egyébként igen, tehát én csodálkozom, hogy te viszont olyanokat mondasz, hogy mindjárt leesem itt a székről, de igen, nem, tehát hogy alapvetően, alapvetően a filmesek között is azt gondolom, hogy két fontos kaszt van. Van az a filmes, aki borzasztóan foglalkozik a technológiai részével, és egyébként nekik áll a világ, mert hogy nagyon technológiai kezd lenni a mi filmes szakmánk, kezdve azzal, hogy gyakorlatilag az összes nagy amerikai blockbusternek a fele az már CGI, meg grafikai asztalokon, meg greenboxban forog. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon átment egy ilyen technológiai megvalósulás irányába, Engem egyébként a klasszikus dolog érdekel, tehát engem még az élő emberi szereplős, valódi emberi történetes klasszikus filmek és sorozatok érdekelnek. És éppen ezért engem, például, ami lázba hozza, sokkal inkább a forgatókönyv, sokkal inkább a színészvezetés, sokkal inkább az adott szituációknak a, 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 a valódisága, hogy azt meg tudjuk jeleníteni, Mint sem egyébként az, hogy, hogy mondjuk milyen, milyen a világítás, vagy éppen milyen kameramozgásokat végzünk. Ilyen szempontból én, én inkább egy úgynevezett tartalmi rendezőnek tartom magam. Igen, mert most egy újabb, most már voltál producer, showrunner, rendező, most vagy rendező, és azért van ez a showrunner kifejezés, én meg tudom, nem értem, csak meg tudom magyarázni, hogy, hogy igazából ugye te jelenleg, amikor dolgozol egy sorozaton, onnantól kezdve, hogy a, az egésznek az ötletét mondjuk adott esetben te dolgozott ki, illetve a csapatoddal együtt dolgozzátok ki, te megírod a scriptet, az Véletlenül sincsenek magyar szavak a ebben a szakmában. Írom meg, nem a, a már mások írják a sztori. Tehát én alapvetően én azt gondolom, hogy a másik jó szó az a kreátor ami nagyon nagy hangzik, hiszen Zeus óta Alkotó. és a jó Isten óta kevés kreátor volt, de hogy ezt egyébként most így hívják, így hívják a világban, hogy kreátor, tehát tulajdonképpen az, akinek a fejéből kipattan egy vízió, egy történet, és tulajdonképpen annak az, a történet elmesélésnek valamennyi aspektusával foglalkozik. És akkor itt jön a te kérdésed elő, hogy igenis nagyon fontos az, hogy milyen briefet kap mondjuk a jelmeztervező, hogy az adott szereplő az, hogy hogyan jelenik meg. Ezeket a briefeket valóban tőlem kapják. De az, hogy egyébként az már hogy valósul meg, hogy varratják le, milyen színárnyalatú lesz az az öltöny, vagy milyen, milyen övet rak hozzá, azt már teljes mértékben a, az adott szakterületnek a vezetőire bízom. Igen, ezt mondod, meg, meg hangsúlyozott, hogy te az alkotásért vagy felelős, de azért ez egy sokkal összetettebb dolog, és engem pontosan emiatt érdekel az, amit te csinálsz, mert valahol a mi területeink látszólag távolják egymástól, de van egy nagyon fontos közös metszetük, ez pedig az, hogy a megvalósítás és, a, és az ötletnek a viszonya az hogyan alakul egy változó mondjuk gazdasági környezetben. Tehát most ha ezt lefordítom magyarra, akkor az azt jelenti, hogy te azért is felelsz azon túl, hogy a te koncepciód ugye milyen, meg milyen emberi viszonyokat, milyen sztorikat, milyen nem tudom én irányt akarsz szabni egy történetnek, hogy ezt az egész megvalósítható legyen, ez rentábilis legyen, anyagilag fenntartható legyen, ne kelljen 50-szer leforgatni ugyanazt a jelenetet, mert az 50-szer annyi pénz adott esetben, ne kelljen fölösleges kanyarokat csinálni, az egész logisztikailag jól legyen szervezve. Tehát egy nagyon-nagyon erős ilyen financiális nyomás van a dolog mögött, hiszen ugye ez kereskedelmi tévéknek készül, amit te, te csinálsz, az nem nem a közmédiának, vagy nem tudom, egy ilyen feneketlen instáral rendelkező önmeg Úgy szeretnék egyszer a közmédiának csinálni. Márti nem tudsz nekem egy-két jó szót szólni az Nem tudom, hogy tudok-e, mert leginkább pont ez a helyzet, hogy a mi szakmánk, ugye a zenekari élet, vagy általában azt mondom, hogy ilyen magas művészeti élet is egyre inkább abba az irányba fog elmenni, hogy ezek a fenntarthatósági, gazdasági szempontok tök fontosak lesznek. Tehát adott esetben egy karmesternek már nem csak azzal kell foglalkozni, hogy most a lassabb legyen kicsit, vagy gyorsabb legyen az a tétel, vagy milyen szint szeretnék, hangszínt, vagy éppen most melyik Máler szimfoniát akarom elvezényelni, hanem azzal is, hogy ebből hogy lesz egy gazdaságilag fenntartható dolog, hogy én zenélek. És ez, ez az a pont, ahol szerintem úgymond az elit művészek, azoktól az alkotóktól, akik viszont kőkeményen gazdasági alapon kell, hogy megéljenek, nagyon sokat tudnak tanulni. Tehát itt van egy olyan kapcsolódási pont, függetlenül attól, hogy adott esetben az, aki egy réteg művészfilmet csinál meg, és azt gondolja, hogy őt nem érdekli semmi, hogy ezt hányan nézik meg a moziban, nem érdekli az, hogy a kritika mit szól az, -e, mert ő magát megvalósítja. A kritika absz érdekli. Abszolút, hát de már nincs kritika, tehát igazából az a kritika van, amit megiratsz magadnak, de nagyjából lehet azt mondani, hogy van ez az elefántcsontor, hogy meg van a, a mainstream. És a kettő elkezdett iszonyúan közel, közeledni egymáshoz, ami szerintem baromi mm. jó dolog. Most csóválod a fejed, mert nem értesz velem egyet, de hidd el, hogy nem lesz más út, ugyanis nem lesz, ami föntartsa az elefántcsontornyot, a mainstream pedig iszonyan keresi azokat az impulzusokat, amik, amik jönnek, úgymond a művészi. Ezt nem tudom, hogy te érzed-e, vagy ott, ahol te dolgozol, ott, ahol napi, nem, tudom, nem akarok hülyeséget mondani, napi sorozatokat is csinálsz, csinálsz heti sorozatot, is nagyon sok minden van már itt a a te provásodon. És ugye egy, egy ilyen sorozat, tehát ez több százezer ember nézi, meg, vagy akár millió ember, nem is nem hát, is a Most mondani. ugye a keresztanyú van adásban, ez olyan 700 néző körülbelül esténként. A drága örökösök az még nagyobb siker volt, az ugye két éven keresztül ment, ott volt valóban ilyen 859 000 000 néző. Tehát ez azt jelenti, hogy a tévét néző magyaroknak egy igen jelentős hányada, és a magyar lakosságnak hát nagyjából 10%-a függ azon, amit te csinálsz. Most kultúrafogyasztásilag, bár ezt a kifejezést ezt nagyon nem szeretem, de mégis, tehát elérsz a magyar lakosság 10%-ához. Ez egy bődületes szám, és ugye számunkra hát, elképzelhetetlen. Sőt, ezt, hogyha egy picit mi jobban kifordítjuk, akkor azt lehet mondani, hogy az én a napi sorozott tartalmaim azok a kulturális termékek, amit jelen időben a legtöbb a magyar ember fogyaszt. Pont. Igen. És e, e fölött egyedül talán a, a, nyilvánvalóan a, a heti sorozatok közül a mi kis falunk szerepel, ami ugye szombat esténként megy most már évek óta az RTL, ami ennél is még magasabb számokat csinál. Most nyilván nem akarom a televíziós egyéb műfajokat itt latba vetni, mert egy X-faktor az mondjuk csinál lennél lényegesen magasabb nézőszámokat, jóval millió fölötti nézőszámokat is, vagy egy, vagy egy reality, egy nyerőpáros, és egy borzasztóan sikeres műsorok. Tehát én most kifejezetten a fikciós sorozatokon belül azt mondom, hogy hogy valóban van egy ilyen elképesztő ereje ezeknek a sorozatoknak, és hát nyilván van egy, egy, egy ilyen szempontból egy, egy nagy felelősségünk is, azért mert van ebben egy komoly kultúra befolyásoló tényező. Próbálok ezzel nem ezzel kelni minden nap. Ja érzékeled azt, biztos, hogy érzékeled, mert én emlékszem még a kékharisnya korszakodra, te ugye bölcsészkart végeztél, és most ha... Ezt kevesen é... hiszik el rólam, képzeld el, Máté! Hát, eh, tudom, ezt akarom, erre akarok rávilágítani, hogy, hogy én emlékszem arra, amikor te tényleg ilyen függönyanyagokban jártál nem el otthonról. Nem soha és, és, rendezetlen, kevéssé mosott hajjal. Nem Mi, igaz, és mindig tiszta annál, volt a hajam. Hát nem an, hiszem el. Annál, mikor, annál az... mélyebb bölcsészeti megfontolásokkal jártál ezekkel a eszméletlenül leszakadt barátaiddal, akik viszont rendkívül intelligensek voltak, és hihetetlenül olvasottak voltak. És ehhez képest most van itt egy ilyen hihetetlen fit, gyönyörű, szép talpra esett business woman, aki közben ezer dolgot csinál, és a kettőt így egymás mellé állítom, és azon gondolkodom, hogy mit szólna a 19 éves bölcsész ahhoz, amit te most csinálsz. És azért érdekes kérdés ez, mert ugye van egy olyan közfelvogás, hogy na, amit hárman néznek meg a moziban, az a művészet, amit mindenki néz, az, az a nem akarom kimondani, hogy micsoda, ami ömlik a tévéből, az meg egyöntetűen egy nem akarom kimondani, hogy micsoda. Tehát, hogyha te ebbe a kategóriába tartozol, akkor a te munkád az egy az. Hát szerintem ez a, ez a, ez a, ez a döntés, ez nem, ez nem egy mostani döntés. Tehát a 19 éves bölcsész lány, aki egyébként még egyszer hangsúlyoznám, állatira trendi volt akkoriban, csak ugye a mai Szörnyű szemünkkel... volt a trend, tehát retten. Én már szemünkkel... gyerekként láttam, hogy ez valami elviselhetetlen, szerencsére véget ért a 90-es évek. Igen, szóval az egy, trendi, az egy trendy bölcsészlány volt akkoriban, és nem, egyébként a nem, nem, a legdurvább tarisznyások közé tartoztam, tehát nálam sokkal keményebb, keményebb szereplők is ez voltak igaz, ott aláírom. az Elte bölcsészkar folyosóján. De hogy viccet félretéve alapvetően azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor elmentem a média szakra, ami akkor indult az Eltén, és ez egy nagyon friss és nagyon progresszív ügynek számított. Ugye a György Péterék kezelésében elindult egy teljesen új szak és egy teljesen új terület, hogy egyetlen ez a média ugye a 90-es években hogy bejött, és hogy ezzel ezt lehet tanulni. Ez egyik legforróbb téma volt. Én azt gondolom, hogy nekem ott azért az egy fontos vízválasztó volt. Tehát, hogy amikor már arra jöttem rá, hogy valószínűleg nem magyar nyelvi irodalom oktatással fogok foglalkozni valamelyik elit belvárosi gimnáziumban, nem magyar tanárként fogom leélni az életemet. Arra is rájöttem, hogy valószínűleg a médián belül egyébként nem a közszolgálati televízió és nem a hírműfaj az, ami engem érdekel, hanem a szórakoztatóipar. Arra is rájöttem, hogy az akkor induló kereskedelmi tévék közül, amikor ugye kerestek új dolgozókat, akkor, akkor én, én, megpróbáltam megtalálni azt a helyet, ami legközelebb állt hozzám, és én rögtön az RTL klubhoz kerültem. Tehát valahogy én azt érzem, hogy ezeket az apró döntések már akkor is szunnyadtak bennem. Tehát én, én, én nagyon őszinte leszek veled, én, 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 sikeres dolgokat akartam csinálni. Tehát én, én nekem nagyon feküdt az én mentalitásomnak az, hogy, hogy ebben a szférában ez egy mérhető teljesítmény. Tehát az első perctől kezdve, hogyha az ember mondjuk egy kereskedelmi televízióban szocializálódik, akkor nagyjából az méri őt meg, hogy hányan nézik meg azt a műsort, amit csinál. És, és az összes többi egyéb szempont, hogy kinek tetszik, kinek nem tetszik, m -m, mit ír róla a kritika, az mind másod vagy harmadlagos. És ez egy, ez, ez, az én matekos agyamnak, mert hogy nekem azért a bölcsészet mellett, és hát itt kanyarodnék vissza a producerkedésre, tehát nekem nagyon is van egy exceles agyam, ez nagyon is, nagyon is passzolt, hogy, hogy, de jó, hogy vannak objektív kritériumok, és de jó, hogy, 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 hogy ebben lehet egyfajta egészséges versenyt, versenybe belehelyezkedni. Ez csak egy zárójel, ami nagyon érdekel, és szerintem mást is lehet, hogy ez izgat, hogy ez mennyire objektív. Ugye most beszéltünk számokról, de hogy ennek van egy ilyen mérési Rendszere, hogy ezeket hogy mérik, de hogy ezen rengeteg múlik, tehát azt mondjuk, hogy most egy műsornak 500 ezer, 700 ezer, 100 ezer a nézettsége esik vagy csökken, ugye ennek forintosítva óriási következményei vannak, arra nézve, hogy azt a műsort folytatják, nem folytatják, mennyit fizet érte a csatorna, milyen reklámbevételeket tud közben, utána, előtte értékesíteni, de hogy az embernek van egy ilyen gyanúja, persze mindig, amikor összesküvés elméletekre hajl hajlamosak vagyunk, hogy de hát ezt most valójában hogyan lehet mérni? Hogy... Teljesen exaktan teljesen lehet mérni, tehát ugye Magyarországon a, a Nielsen nevű közönségkutató cég az, aki az gyakorlatilag a kezdetektől fogva ezt méri, úgynevezett ilyen set-top boxok -ok segítségével, amik el vannak helyezve Magyarországon gyakorlatilag háztartásokba, reprezentatívan le leképezik a magyar lakosság a magyar televízióban rendelkező lakosságot, tehát arányaiban ugyanannyi, nem tudom, 18-49 éves van ebben a mintában, mint amennyi a, a nagy, nagy populációban, és hát ezen belül pedig borzasztó sok réteget lehet vizsgálni, onnantól kezdve, van-e kiskutyája, milyen fogyasztási szokásai vannak, milyen telefontársasághoz tartozik, tehát elég sok mindent tudunk arról a mintáról, akik, akiknek egyébként valójában nézzük azt a, azt a napi, napi nézettségét és hát gyakorlatilag ezt extrapolálják ugye a teljes lakosságra. Amit lehet tudni, hogy azért ez, egy, ez, egy, ez egyrészt a világon mindenhol így van, tehát ez nem magyarországi sajátosság, tehát a nézettségmérés az egyébként még mindig ezen ezen áll, amivel még okosabbak lettünk azóta, hogy a digitalizáció révén ugye bekerültek az egyébként is a set-top boxok, tehát az, az IPTV révén bekerültek a háztartásokba, ugye a Telekom, a Vodafone, a különböző nagy szolgáltatóktól, és tőlük pedig Azonnali, instant digitális jel érkezik arra, hogy valójában melyik tévécsatornára kapcsoltál, ha mondjuk egy telekom előfizető vagy. Így a kettőt szépen össze lehet hasonlítani, és azt lehet látni, hogy ugyan a kábel, nagy kábel portfólióban kicsit felülreprezentáltabbak a kisebb tévék. Tehát mondjuk a Nielsennél mondjuk 40%-ot csinál egy X-faktor, akkor valószínűleg a telekom adatbázisában az csak 27-et fog viszont mondjuk egy viaszat vagy egy RTL2 magasabb számokat, de az arányokat egyébként tökéletesen jól mutatja. Uh volt egy félmondatod az előbb, hogy mi nem akartál lenni, és ezt te viszonylag hamar rájöttél, hogy nem fogsz egy gimnáziumban, egy budai vagy pesti elit gimnáziumban. itt mondtam, ne haragudj. Belvárosi elit elnézést. Hát mivel te a Trefortba jártál. Ne be, haragudj, te meg Budára jártál, és hát jól tudjuk, hogy az én iskolám mindig sokkal erősebb volt, mint De az mindenben ilyet. sokkal jobb voltál. Azért is én hívtalak meg téged az én műsoromba, és nem te engem a te műsorodba. Ez... Nem csak azért, mert neked nincs, de hát mindegy, a lépjünk túl. Tehát, hogy volt egy ilyen félmondatod, hogy hogy a, a, nem akartál tanítani, most maradjunk ennyiben. De hogy most ez egy nagyon forró téma, most mikor beszélgetünk, akkor azért napokkal ezelőtt, meg gondolom, majd napok múlva is folyamatosan vannak megmozdulások, az, az egész ügy, a pedagógia, a tanár életpálya, az iskolák helyzete, stb. most ez egy elég forró téma. Hogyha most te így visszaemlékszel erre az időszakra, amikor már ilyen nagyon tudatos voltál, meg az előtte levőkre. Neked a tanáraid mennyire voltak meghatározók abba, hogy te most ott vagy ahol, vagy ez egy nagyon egyszerűnek tűnő kérdés, de mégsem annyira egyszerű, mert ugye nehéz elválasztani azt, amit az ember otthonról kap, meg azt, amit az iskolában, vagy a barátaitól, vagy a közegétől kap. Ugye neked szerinted hány százalékban, tehát voltak ilyen definitív, meghatározó tanár élményeid, akik nélkül nem az lennél, vagy alapvetően ugyanez lennél, hogyha máshova jársz, nem egy belvárosi elit gimnáziumba. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Lévén, hogy egy fogértelmiségi családból jöttünk, ugye bár, ahol édesapánk és édesanyánk mellett. Ez te volt. is az önfényezésnek tudsz mester lenni? Hát nem, tehát... én a szüleimet fényezem most. Tehát én nem azt mondom magamról, hogy én vagyok a fogértelmiségen, hanem édesapánkról és édesapanyánkról mondom azt, hogy hát ott azért nem nagyon volt esélyünk másra, mint hogy viszonylag magas műveltséget és viszonylag nagy szókincset szedjünk magunkra. Ehhez képest az, hogy a belvárosi gimnáziumban még mit tanultam mellé, majd hogy nem mellékes volt szerintem. Nekem inkább azt gondolom, hogy világnézeti kérdésekben, amiben ugye talán erről mondhatok két szót, hogy nem egyezett a világnézetünk a szüleimmel, például nem egyezik a mai napig, ami nem ezt, jelenti azt, hogy ők nem fogadták el az enyémet, vagy én nem fogadtam el az övékét, de alapvetően politikai kérdésekben elég sokat vitatkoztunk, és vitatkozunk a mai napig is. Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb befolyással volt rám az egyetem, illetve az a, az a, az a kultúrkör, akikkel én tulajdonképpen együtt nőttem fel, és itt, itt, itt elsősorban az elte a György Péter, Almási Miklós, tehát azok a, az, azok a nagy koponyák, akiktől tulajdonképpen azt tanultuk meg, hogy bárhova is jutunk a média területén, és egyszer a György Péter mondott egy nagyon fontosat, hogy valójában teljesen mindegy, hogy rádiósok, tévések, újságírók, vagy majd a jövőben internetnek a kiszolgálói lesztek, valójában egy dolgot kell nagyon-nagyon tudnotok, hogy itt ebben a, a, a műintézményben, az Elte média, mi olyan, olyan főszerkesztőket képezünk, akik mindig az adott helyzetben morálisan a legjobb döntést fogják tudni meghozni. És alapvetően az újságírók és az írástudók felelősségét tanultuk. És ezt hozza a te generációd? Mert most a te generációd van úgymond pozícióban, tehát ugye te, te egy olyan, olyan rendszerváltó generáció vagy igazából, tehát egy... Bizonyos értelemben jókor voltatok jó helyen, mert mi mire ti uh, felszettétek azt az energiát, azt a tudást, azt a lehetőséget, kezdeti energia, ami kell egy pályakezdéshez, addigra pont egy rendszerváltás lett, pont megüresedett, egy csomó, egy csomó új lehetőség, új kapu nyílt. Nem a rendszerváltás az nekem még a középiskola alatt megtörtént? Igen, de, de, mire te az egyetemet elvégezted, az... az... A médiában volt rendszerváltás, akkor akkor Igen. indultak el a kereskedelmi tévék. És hogy gyakorlatilag ha azt végignézzük, vagy, vagy akár már évek óta végignézzük a nagy kereskedelmi tévéknek a vezetőségét, a, a tévés újságíróknak az elitjét, akkor az nagyjából azért lehet mondani, hogy a fontos pozíciókban a te, ez a generáció ül, aki akkor szocializálódott. Ezt a György Péteri magatartást, ezt a morális alapokon állást, ezt szerinted mennyire vitte magával ez a generáció. Tehát ez egy olyan generáció, ami majd egy negy generációként fog bevonulni a történelembe, vagy a TV történelembe, és amire majd a mostani fiatalok azt mondják, hogy hát igen, ehhez kell valahogy felnőni, vagy ez is egy meghaladandó, sok esetben sok tévedéssel, hibával rendelkező generáció, vagy nem lehet általánosítani. Én azt tudom mondani, hogy az a tévé, akinek én most a legtöbbet dolgozom, hogy az RTL klubot ott például egy nagyon-nagyon stabil vezetőség van, és a Kolosi Péter, aki ugye 25 éve ott programigazgató, és tulajdonképpen nekem az egyik leg, legfontosabb főnökön volt mindig is, hiszen már pályakezdőként is ő vett fel az akkor induló fókuszhoz. Én például a Péter kapcsán, akinek most volt egyébként pont egy ilyen nagy megemlékezés az ő, mondta is, hogy kicsit furán érzi magát, hogy 50 évesen egy nekrológot kellett végig, végignézni a saját magáról, de hát nyilván az van, hogy ő is 25 éve ott van a tévénél, és ezt megköszönték neki, és készült egy film. És ebben engem is megkérdeztek ő róla, és tulajdonképpen ez volt az egyik legfontosabb, amit a Péter kapcsán el tudtam mondani, hogy, hogy ő, ő pont az az ember, akinek egyébként ilyen szituációkban, és azért ő került nem egy-nem kettő kényes helyzetbe az elmúlt 25 évben, abszolút képes volt azokat a döntéseket meghozni, amit, amit egy felelős vezetőnek meg kell hoznia, és jó döntéseket hozni. És én azt gondolom, hogy ez igaz a Herman Péterre is, aki a kreatív igazgató, igaz a vezérigazgatóra, a Vidus Tehát én azt gondolom, hogy egy picit a hasonló hasonlót vonz. Tehát, hogy, hogy, én erről a csapatról ilyen szempontból azt gondolom, hogy igen, ők, ők abszolút képesek voltak ezt átmenteni a túlpartra. Természetesen vannak erre ellenpéldák is, de erről most inkább ne beszéljünk. Jó, nagyon bölcs, igen. Tehát nem, nem egységes a kép, azt, azt, azért te is jelezted, én is ezt érzem egy picit, de, de visszatérve most erre a te anya cégedre, vagy nem is tudom, hogy nevezzük ezt a legfőbb partneredre. Megrendelőmre. Megrendelődre. Hogy azért biztos vagyok benne, hogy, a, hogy, hogy, sok, sok esetben, akik mondjuk hallgatják is ezt a műsort, mert biztos, hogy nem lesznek 800 ezeren, de akik hallgatják ezt a műsort, ők, közöttük talán felülreprezentáltak azok, akik azt mondják, hogy ezt a bizonyos kereskedelmi csatornát én ezt nem kapcsolom be, én ezt nem nézem, mert innen csak a szemét ömlik, és az embereknek a hűítése megy. Ugye ez egy olyan, hogy mondjam, egy ilyen klisé most már, amit annak idején pontosan abban az időszakban, amikor ezek elindultak, és mondjuk már egy pár éve úgy mentek, és kialakult ez a nagyon erőteljes harca két nagy kereskedelmi között, ott lehetett érezni, hogy, hogy van egyfajta, nyilvánvalóan a piacfoglalás miatt azért vannak itt a minőségi, illetve tartalmi kompromisszumok most, hogy nagyon finoman fogalmazzak, és olyan figurákat emelt ki és termelt ki magából ez a, ez a kereskedelmi tévézés, hozzáteszem zárójelben, mint a világon mindenhol máshol is, zárójelbe zárva, akik hogy mondjam, megosztóak, például abban a közegben, ahol én vagyok. Tehát itt, itt a celebek világa, meg mondjuk a mi világunk között nem sok átjárás van. És ezt a celebek világa felül úgy tűnik, hogy ez egy, nem tudom, irítség az ilyen művészek szempontjából, hogy ők nem, 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 nem olyan ismertek, hát ha most mondtad ezt a nézettséget, mondjuk a 700 ezeres nézettséget, ha vesszük, hasonlítsuk össze a számokat egy nemzeti színháznak. Magyar Budapest Nemzeti Színháznak az éves fizető néző közönség az valahol 50-60 ezer fő. Az éves fizető. A ne, nálunk a Danubia Zenekar éves fizető közönsége Covid előtti időszakban 70 ezer fő. Sehol nem haladja meg a 100 ezeret. Gyakorlatilag ezeknél a közszínházi. Talán a, a mondjuk a nagyon, nagyon menő Katona József az őrkény, nem tudom a számokat, de ez a nagyságrend. Most ez a tizede vagy a nyolcada annak, amit Jó, de azért egy, este... egy dolgot ne felejts el a televíziót jelenleg azért, ö, ö, majd, hogy nem azt mondom, hogy, hogy főleg, főleg, az RTL-t, ami gyakorlatilag ö, lineárisan, ingyenesen is fogható, tehát akkor is, ha nincsen előfizetésed, ugye, mert földfelszíni sugárzással gyakorlatilag egy egyszerű bekötési díj ellenébe szolgáltatják neked. Ö, nem kell a zsebükbe nyúlni. Tehát azért az szerintem ez egy óriási vízválasztó hogy el kell -e menni, ki kell -e fizetni azt a színházjegyet, azt a, azt a koncertjegyet, vagy este be kell csak heveredni a kanapémhoz és bekapcsolni a tévét? Abszolút tiszta sor. Amire ki akartam lyukadni igazából az inkább az, hogy hogy ennél, ennél a vegyes minőségnél, nem tudom, tehát, hogy nagyon, nagyon sok embert szólít meg. Az a célja egy kereskedelmi tévének, minél többen nézzék. Ez kompromisszumokkal jár. Te ebben az egész közegben, hogy, tud, hogy tudod a kétféle énedet, hogy egy szó volt már erről a bölcsész alkotó, aki, aki tényleg való a minőségre törekszik, és arra törekszik, hogy egy történetet a lehető legjobban tudjon elmesélni, a legszebben tudjon elmesélni. Ott van a megvalósítás, hogy a lehető leggazdaságosabban tudja ezt elmesélni, úgy, hogy ez az egész mindenkinek megérje. És ott van egyfajta elvárás, hogy ez egy tömegigényt is azért kiszolgáljon. Ez hogy, hogy lehet ezeket az elvárásokat szépen összegyűjteni? Hát én azt gondolom, hogy azért a, 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 a nagy meseírók esetében, egy, egy Grimnél vagy egy Andersennél is feltehették volna ugyanezeket a kérdéseket, hogy nem érzik-e magukat kellemetlenül, hogy ők a népegyszerű fiainak szóló meséket és a népetszerű fiairól szóló meséket mondanak. Hát nyilvánvalóan, anélkül, hogy bármilyen módon is merném magamat összehasonlítani ezekkel az óriásokkal, de hát azért alapvetően a szándék az hasonló. Tehát azért olyan szándékkal készülnek ezek a sorozatok, amiknek ugye ö, alapvetően vígjátéki, és minden, jelenleg a, a legnépszerűbb sorozatok, ezek alapvetően vidéken játszódó egyszerű embereknek az életét, vagy a, 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 a gyakorlatilag tükrött tartó életét mutatja be. Itt azért alapvetően az a szándék, ami az emberiség történetének mindig is a szándéka volt, hogy történeteket meséljünk. Ugyanazt csináljuk mi, amit annak idején a, a tűz körül csináltak, a tábor tűz körül a, a, az emberek. Történeteket osztanak meg egymással, mesélnek el, amiben mindenki egy picit magára ismer, mindenki ismer valakit, akivel megtörtént hasonló. Az emberek a legesleg a saját történeteket szeretik újra és újra hallgatni. És valójában ezek, ezek az én napi sorozataim, amik ugye megérnek 300-300 fölötti részeket ezek, ezek olyanok kicsit, mint az ezer egy éjszaka meséi, amikor gyakorlatilag folyamatos, folytatásos regényként kellett ugye mesélni ezeket a történeteket, mert hogy, mert hogy egyszer csak családtagokká válnak ezek a karakterek. Tehát családtaggá válik az a, annak a 700 embernek a nappaliába, beköltöznek a a vagy a drágörökösöknek örökösöknek a szereplői, és ugyanolyan ismerősök lesznek számukra, mint a szomszéd, vagy a rokon, és ugyanúgy együtt sírnak, együtt nevetnek velük. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez egy picit más, én más, más polcra teszem ezt. Tehát én nem ebbe a hú, én akkor magas művészetet csinálok, és akkor, hanem, hanem én azt gondolom, hogy, hogy ezt én végtelen leegyszerűsített és lecsupaszított, de mégis valahol a gyökereket jobban mutató ö, ö, alapokhoz szeretek visszamenni, amiben azt, a, azt mondom, hogy nem akarok többet adni, csak történeteket akarok elmesélni. Te nézted a szomszédokat? Hát ki nem nézte a szomszédokat, Máté? Én nem néztem, szerintem. Na te még akkor járókába üdögéltél, persze, nem, én nem néztem. Egészen. De nézted a szomszédokat, és nyilván akkor nem jutott eszed, hogy majd egyszer én is ezt akarom csinálni, vagy ezt fogom csinálni, de hogy, hogy milyen érdekes, hogy a mi identitásunknak ugye a vágási feri, meg nem. De ezeket a referenciákat én használom például koncerteken időnként. Most a vágási feri konkrétan megtörtént valamelyik koncerten. ne kérdezz, hogy hogy jutottam el vágási feréig, de valahogy, és hogy ezt mindenki tudja, tehát az velünk élő abszolút Toposz, azonnali, azonnali gombokat bekapcsoló dolog. Neked most mondtad hogy 300 rész, tehát tényleg az most már még a szomszédokhoz képest még egy elenyésző történet, de azért... Nem, nem, több mint a szomszédok. Több mint a szomszédok? Több, mert a szomszédok csak két hetente volt. De mégis az embernek az a benyomás, hogy szomszédokból az, 15 ezer volt. Igen, mert 20 évig ment, de hogy alapvetően a, a darabszám, az epizódszám az nem több a szomszédokban mindenki, mindenki, is szerepelt, ugye volt itt Janklovics Péter a vendégem, és én mikor utána néztem, hogy mit csinált a Péter, ugye azon kívül, hogy ökörködik a Duma színházban, és, és, velünk néha játszik, ő is szerepelt a szomszédokban például, tehát a szomszédok az tényleg egy ilyen univerzális történet, de hogy, hogy ilyen szereplők, ilyen megmaradó figurák szerinted lesznek a te sorozataidban? Tehát most a keresztanyút említetted, keresztanyú, most ezt így használom, ezt a szót, hogy keresztanyú, most valószínűleg az a legtöbb ember oda asszociál erre a sorozatra, Molnár Piroskára. Így van. Egyébként pont Ö... a Molnár Piroska kapcsán én azt gondolom, ez egy nagyon érdekes felvetés, mert azért Molnár Piroska talán az ország egyik legnagyobb színésznője. Tehát minden, mindenféle művész és egyéb attribútum mentén is, és azt gondolom, hogy ő, ő egy teljes mértékben kikezdhetetlen nívójú művész és alkotó. És pont egy Molnár Piroska, aki igent mondott ennek a címszeretnek az eljátszására, és pontosan tudta, hogy mire vállalkozik, szokta azt mondani, hogy, hogy ő játszani szeret. Tehát ugyanazt mondja, amit én, hogy én történeteket szeretek mesélni, ő pedig játszani szeret, és nem azt szerint válogatja meg, hanem azt szerint, hogy van-e annyira érdekes az a karakter számára. És én azt gondolom, hogy visszatérve a kérdésedre, hogy Molnár Piroska igenis jelenleg Magyarországon ma az a keresztanyú. Tehát őt, amikor megy a hévízi fürdőbe, mert úgy rendszeresen ott szokott pihenni, akkor gyakorlatilag senki nem a... Most ezt nagyon megköszönni neked, hogy ezt így országvilágról Senki nem ott a borsnéni, keresni. borsnéni kapcsán kért tőle autogramot, hanem mindenki, a gyerekek, a nagymamák, a, szülők szülők odarohannak, hogy keresztanyú, keresztanyú és keresztanyú. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy Gálvölgyi János, egy Hernádi Judit, egy Szacsvai László, számára, de még egy nagy feró számára is, aki aztán tényleg azt gondolom, hogy minden szempontból a nép, nép kiszolgálója volt. Ma az elsődleges identitás, gangszozoli számára is, hogy sokkal inkább találják meg őket a, a karakternevükön az emberek. Tehát egy, egy Damilnak szólítanak a benzinkútnál, és egy nagy ferót pedig babosnak szólítanak a gyerekek a strandon. Tehát, hogy... Ez, a, ez ezt úgy érzem, hogy azért ez, ez az írónak a sikere is. Hát. Tehát, hogy a karakterhez hozzá, hozzá tudták kapcsolni, hogy a figurához egy olyan karaktert, vagy a színészhez egy olyan karaktert, amiben ami ő azonosulni tudott, ami, ami vévő tulajdonképpen vált. És ez azért is nehéz, mert ugye ebből aztán nagyon nehéz kijönni. Tehát ha mondjuk tegyük fel, hogy a keresztanyúnak vége, most vége lesz, igen. Igen, mert hogy vége. Akkor Monár Piroska, most nyilván Monár Piroska egy színész óriás, és tényleg rengeteg mindent játszott, de hogy, hogy ő most bemegy a színpadra, és akkor most ott ő keresztanyú lesz, vagy pedig... Nem, szerintem nem. nem. A Piroska egyébként pont rettentesen aktív, és annak előbb már négyszer visszavonult, ötödjére megint még aktívabb lett, mint valaha. Úgyhogy ő játszik rengeteg darabban. Ismerjük ezt a típust, mert hát ugye van nekünk egy édesanyánk, aki, mm -hmm. aki egy picit hasonló. Aki pont annyi idős, mint a piroska egyébként. Aki pont annyi idős, mint a piroska, és azért a, a nyilván, aki most egy átlagos nézője a te sorozataidnak, az nem biztos, hogy ezt tudja, vagy egyáltalán számít számára, de én, én aki nem vagyok nézője jellemzően a te sorozataidnak, nagyon egyszerű oknál fogva nincs tévém, és és általában távol tartom magam a tévés tartalmaktól, de időnként megnézem, a, a, amikor egy új, új sorozatot elindítasz, akkor mindig megnézem az első részeket. De hogy az számomra is tök egyértelmű volt, hogy te az egész gyerekkorunkat, gyerekkorodat, ami szabadszállási nagymamánkat, ami csodálatos anyukánkat, tehát az egész környezetet, azt gyakorlatilag feldolgoztad, és beleépítetted ebbe, ezekbe a sorozatokba. Talán a, a szerethetőségében, meg a hitelességében ezeknek a figuráknak, amiről az előbb beszéltünk, azért ennek van egy jelentős szerepe. Tehát mit fest a festő, amit lát? Hát igen, ezért ott sokszor kérdezték tőlem, hogy hogy lehet, hogy egy ilyen Budán és az Egyesült Államokban meg belvárosban szocializálódott lány falusi sorozatokat ír, és falusi végjátékokat ír. Alapvetően én té tényleg azt gondolom, hogy az a pár hónap, amit nyarant eltöltöttünk szabadszálláson az anyai nagyszüleinknél, én azt gondolom, hogy ez borzasztóan emblematikus és meghatározó volt, és egyébként nekem az egyik legszebb emlék, bár soha nem unatkoztam annyira. Egész életemben. Borzalmas hosszúak voltak. Rettenetesen lassan teltek a napok. Én csak két heteket voltam ott, de az Ó, körülbelül az, többet. az életem felének tűnt akkor. Viszont soha annyi varangyos békát nem számoltam meg. Nap Naponta megszámoltam őket kétszer, bebújtak a rések közé a kis varangyok, mert meleg volt, és akkor számolgattam őket. Nagyjából ez volt az egyetlen aktivitás, illetve olvastam, én elég sokat ö, ö, olvastam, és még a Mamsikának, ő volt a nagymamánk, neki is felolvastam, de hogy a, a Mamsika karaktere is benne van, anyánk karaktere is, és hogy azért is kapcsoltam egy át egy picit így a család életünkre, mert egyszer már szóba került a tanárok meg, hogy minek van abban szerepe, hogy te most ott vagy, ahogy, ahol vagy, hogy, hogy ennyi sikeres produkciód van, és, és egy nagyon kőkeményen kompetitív szakmában azért most már évek óta a toppon tudsz maradni, mert ugye itt ide nem csak fölkerülni lehet, innen nagyon gyorsan le lehet kerülni, pontosan a kompetíció miatt, de, még, de mégis ott vagy, és, és egyik sorozat a másikat váltja. És hogy én arra is egy picit akartam utalni ezzel, és ezt bebe be megerősítettél, hogy, hogy a tanárok nagyon-nagyon fontosak, de amit az ember otthonról hoz, azért az, az nagyjából egyrészt felülírhatatlan bizonyos szempontból, másrészt kitörölhetetlen, harmadrészt gyakorlatilag meghatározza a tevékenységet 90%-át. Az édesanyánk szóba került, és én nekem az a gondolatom, hogy az a, az a munkabírás, ami ahhoz kell, vagy az a dolgozni tudás, hogy valaki sikeres legyen, vagy hozzád hasonlóan sikeres legyen, ez biztos, hogy tőle tanultuk, vagy lestük el. Tehát nagyjából... Hát nem a pánktól, az biztos. Nem a pánktól, aki, aki szintén ismert ember, agykutató volt, illetve egy rövid ideig volt kulturális miniszter is, de ő, ő, leginkább, hogy mondjam, az easy oldalát szerette. ő egy a, szellemi lény volt, szóval így, kevésbé volt praktikus. Igen. És, és viszont dolgozni az édesanyák nagyon-nagyon tudott, és, és ezt megtanította hát tudom, nekünk. Én. De neked is van három gyermeked és mindhárom három teljesen más bizonyos szempontból, de van bennük azért közös. De hogy érzed, sikerült átadnod ezt az egyetlen nagyon-nagyon fontos tudást, amit a mi anyánktól megtanultunk, hogy a munka az nem, egyrészt nem pénzért megy, hanem az az életértelme, másrészt, hogy hogyan dolgozzanak úgy, hogy élvezetet, örömet és öncélt találjanak a munkában. Na jó, hogy ezt mondod. Hát én azt gondolom, hogy az, hogy ezt tanultuk, hogy a munka az nem pénzért megy, hanem ez az élet értelme, ez szerintem egyébként egy nem feltétlenül volt egy jó tanítás. Tehát én azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos tanítás, és hát látható módon eredménydús tanítás is, hiszen, hiszen itt vagyunk, te is, én is. De alapvetően azt gondolom, hogy nekem egyébként pont arról szól a jelenlegi felnőtt életem, hogy egy picit megtanuljam a, az, a nem munkát, vagy a, a nem munkát is, 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 is az élet értelmének tartani. Tehát e, szerintem pont, hogy nekünk arról kell leszoknunk egy kicsit, hogy ezt a típusú e, eredménycentrikus vörkoholizmusunkat ezt egy kicsit félre tudjuk tenni. És te már aztánál, ezt a nevelésben, ezt a tudatos leszokást, ezt, e, e, tehát, hogy a gyerekeidnek már azt adtad tovább, hogy jól van, gyerekek, dolgozni kell, mert akkor érsz el valamit, de alapvetően nem ez az élet csak, és hogy figyeljetek a másik oldalra is. Vagy ez nem volt ennyire tudatos? Minden három gyereknek ugye más az édesapja, nálam egy picit ilyen biodiverzitás esete forog fenn. Hát Darwin örömtörténet. Büszke sír. lenne rám, így Igen. van. De én is büszke vagyok magamra. Egyébként már három csodálatos gyerekem A legnagyobb lányom Juli, 26 éves, jelenleg egy amerikai produkciós cégnél dolgozik, szintén filmesnek filmesnek készül, úgyhogy ezt, ezt nem sikerült ettől eltántorítani. A régió céhes Így családi van. öröklődés. A, az Oliver fiam ő, ő szintén Londonban tanul jelenleg rendezést, úgyhogy valószínűleg ő belőle is filmes lesz. Úgyhogy egyetlen reményem a Gedeon fiam, aki most még csak 9 éves, és még nem döntött el, hogy filmes legyen, vagy orvos, Egyelőre még lavírozik a kettő között. Nagyon remélem, hogy hátha orvos lesz belőle. Hogy sikerült átadni beléjük a, a, a... Nem tudom, hogy ezzel hogy vagy te, Máté, de én egy kicsit úgy vagyok ezzel, hogy szerintem minket se úgy nyomasztottak, hogy dolgoznunk kell, hogy, hogy folyamatos ilyen retorziók voltak, ha nem tanultunk jól. Hanem egyszerűen volt egy olyan típusú alapelvárás csomag, hogy, hogy ez evidens, hogy te meg én jól tanulunk, hogy az nem kérdés, hogy zenélni tanulunk, mondjuk neked sikerült, nekem nem. De te is tanultál, tegyük hozzá. Hát jó, azt inkább hagyjuk ezt a Zongora. kilódást, amit én zongorá, zongorázás című műveltem. Az nem volt kérdés, hogy nyelveket kell tudnunk. Tehát hogy voltak ilyen, ilyen a priori ügyek, amiből azért is nem lett ügy csinálva, mert hogy az, az olyan alapvető volt, mint hogy egyébként az ember megtanul vezetni, meg egyébként A-ból B-be el tud jutni, bkv val tehát hogy, hogy ezek, ezek ilyen evidens dolgok voltak a családunkban, hogy kitűnőre fogunk érettségizni, nyilván egyetemet fogunk végezni, tehát hogy nem volt, nem ez volt a kérdés. Tehát én azt, azt érzem, is valahogy én nekem is sikerült szerintem ezt átmenekítenem a gyerekeimbe, hogy, hogy erről nem nem nagyon diskurálunk, hogy kérdése, hogy egyébként ők dolgoznak azért, hogy valamit elérjenek. Én azt gondolom, hogy valójában ez így. Na, ez, 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 ez az az input, amit egy család tud adni, hogy, hogy ez nem egy rágörcsöléssel születik meg, hanem gyakorlatilag de ez vele ez, született. minden szülő elmondja a gyereknek, hogy hasítok a hátadból, nem leszel kitűnő. De az, hogy ez ne. Na de én nem, én legyen. nem én ilyet nem mondok soha. Nyilván, nyilván, csak hogy az elvárás most mindegy, hogy egy néma gyilkosként van ott a szobában, ami, aki nem nyilvánul meg, vagy pedig hangos szóval, de de ott van az elvárás, és hogy tényleg. Fia, nem tudom, Máté, mind a három gyerekem borzasztóan sikeres abban, amit csinál, hogy ez annak köszönhető-e, mert én egy néma gyilkosként, vagy annak köszönhető, hogy siathasítok át, vagy nem tudom, de mind a hárman maximumot teljesítik, amit tudnak az életükben, ezt látom. Mondtad, hogy hogy most tanulod az életnek azt a másik oldalát, ami nem ez, nem a munka, nem, nem, a, nem a teljesítmény, nem a siker feltétlenül. E, hogy mondjam, ez egy késői érés a teljes mert, e, mert annyira sok, sok, mindent csináltál az elmúlt években, annyira egyik munka követte a másikat, hogy talán erre nem is nagyon jutott idő, de most végre van, talán van idő, és hogy mi, mi, mik azok az ablakok, amiket most ki szeretnél nyitni. Tehát nem is az érdekel engem, hogy hogy egyrészt ez a szokásos dolog, hogy elég, elég sikeres vagy, -e, vagy hova szeretné még eljutni, hanem, hanem egy picit olyan, mint az ember föl van már egy hegyen, és még nyilván vannak még csúcsok, amiket meg lehetne hódítani, de hogy eddig azzal volt elfoglalva, hogy mászta a hegyet. És amikor leereszkedsz a hegyről, vagy csak körbenézel, vagy csak sátort versz, akkor hirtelen észreveszed a virágokat, vagy észreveszed, ami körülötted van, hogy, hogy, te most melyik fázisban vagy ebben tényleg a körbenézésben, és ha igen, akkor, akkor miket veszel észre? Én abban a fázisban vagyok, hogy én szerintem megtanultam ennek a szakmának a, 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 azt a csinyát, binnyát, hogy nagyjából ma már azt, azt kell mondjam, hogy szerintem így nagyjából tudom, tudom, hogy hogy kell csinálni egy viszonylag jól nézett tévésorozatot. Ö, papírforma szerint. De azért azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy, hogy azok a történetek, amiket elmesélek, azért azok alapvetően mindig valamilyen based on ötleten alapulnak. Tehát mindig van egy olyan típusú mankó, vagy egy formátum, amit megveszünk, és ugyan teljesen átírjuk. de azért alapvetően van egy mankó. Tehát mindig van egy, egy rejtőzködésem nekem. Tehát soha nem az van, hogy, hogy, hogy én kiállok, és azt mondom, hogy én szeretnék csinálni egy sorozatot mondjuk a szerelemről. Vagy én szeretnék csinálni egy sorozatot egy sorozatgyilkos karmesterről. Nagyon jó ötlet. A Kalambóban sajnos több karmesteres rész is van, úgyhogy ezt már elsütötték, de azért hajrá. De hogy én azt gondolom, hogy nekem ez a fajta rejtőzködésem, ami azért alkotóként szerintem ezzel mindenki át, átmenjen, nekem ez egy bizony késői érés. Ebből, ebből egyszer csak ki fog kelleni magamat szedni, még akkor is, hogy ha, ha az fájdalmasabb tud lenni nyilván. Tehát nem fogok tudni mindig mögé, mögé bújni valamilyen formátumnak, valamilyen, valamilyen más kreációnak, hanem egyszer csak azt kell, azt kell, hogy mondjam, hogy van nekem egy saját ügyem. És egyre jobban körvonalazódik, hogy mi az az ügy így magamban, és, egyszer, és azt gondolom, hogy a következő tíz évben sokkal inkább ez érdekel, hogy a saját ügyeim, ami belülről foglalkoztat azokkal tudjak. És lehet, hogy ez csak egy kis játékfilm lesz, lehet, hogy egy nagy játékfilm lesz, lehet, hogy egy tévésorozat lesz, lehet, hogy... Tehát még ezt ez sem tudom. De az biztos, hogy egyszer csak mindaz a tapasztalás, amit az elmúlt... 50 évben összeszedtem a világban, mert most már mindjárt annyi leszek sajnos. Én nem akartam ezt elmondani. Ne arra, de mind... én, én, én ez, a, ez, a, nem mondhatom el senkinek, elmondom, hát mindenkinek kettő ö, stratégiám volt erre a nem sokára közeledő születésnapomra, vagy elbújdosok a világ elől valamit nagyon távoli pontra, kikapcsolom magamat egy hétre, és egyáltalán senkihez nem szólok, vagy, kif, vagy kiteszem a placra, úgyhogy készülj, mert hatalmas nagy, óriási nagy buli lesz. Én... Előre fel vagyok. 250 készüben. fős hatalmas gigabuli a 70-es évek tematikájában természetesen. Mi más is lehetne, hiszen ott, ott indult minden, de Szóval végül, végül azért ez a, ez a tarisznyás, kevéssé tarisznyás kékharisnya tulajdonképpen azért végig ott van, és ott van, és várja a maga pillanatát. Ja, elő, elő akar ugrani. Hogy előugorjon, és újra ilyen torzombors frizurákkal, felszaladt szemű harisnyákkal. Ha, tetsz, eh, hülye vagy meg, komolyan mondanom, ezzel. A... Me, megjelenjen. De nem, nem hallgatóknak is... mondom, hogy mindig kínosan ügyeltem a külsőmre, úgyhogy a Máté ugyan most már próbálja negyedszerre elmondani, hogy én ápolatlan voltam, ha a zsíros hajó, ha fe, fe, de ez, ez nem igaz. Nem baj, Petőfi mondta, hogy az idő igaz, és eldönti, ami nem az, úgyhogy ezt már a fotók azok bizonyítva erejűek, de nem is, nem ez a lényeg, nem tényleg, hanem, hanem az, hogy, hogy tulajdonképpen azért mégis ez ilyen keretes szerkezet, ez az egész dolog végigjár, hogy a, a siker az nem ön cél, én mondjuk a te történetedből azt tudom le, vonni, hogyha muszáj, ugye, mint egy mese végén a konklúziót levonjuk, mint nagy meseíró, megírod a saját életednek a nagy meséjét, akkor ha ezt didaktikusan meg akarom magyarázni, hogy akkor mérette meg piroskát a farkas, és aztán miért szabadult ki, mert hogy, mert hogy a siker az egy út, ami tulajdonképpen magadhoz vezet. Mert ha, ha, én jól értelmezem, amit mondasz, ugye most, most az a körültekintés, az a, az a, keresés, az a, az a az arról szól, hogy most, ugye egyrészt a győztél most sírj, másrészt meg, hogy igen, ezt megtináltam, ez, ez én vagyok, ez, ez igen, de ez valójában mégsem én vagyok, mert én most fogok tudni igazán előjönni. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem azt, a kívülről az látszik, hogy valaki sikeres, valaki dolgozik, valaki pénzt keres, valaki benne van a Forbes-ban, nem tudom, minden évben, mint hogy te is benne vagy a legsikeresebb, legfontosabb női alkotók között, stb. 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 Hanem ha nem az, hogy magadhoz valahogy eltalál, és akkor itt a, az egésznek a keretében, ugye beszéltünk a és beszél, beszélünk egy picit apánkról is, így a vége felé. Tulajdonképpen abban, hogy hogy olyanok lettünk, hogy mindig a József Attila is teszem, hogy bennem ők ölelik egymást, és tényleg két viszonylag különböző embernek a nagyon érdekes keverékéből lettünk, mint mindannyian. Tehát mindenki ugyanezt magán megfigyelheti, hogy a apánk ugye nagyon szeretett téged, ennek az, az volt a meggyőződésed, hogy amit te csinálsz, azt annyira nem értékelted, annyira, mint amit én, mert egy picit Nem, mert volt nem ilyen, a meggyőződésem volt, hanem ez így volt. Ilyen szempontból, de de mit gondolsz most, ha ezt most ő föntről nézi és látja, hogy a kislánya, hova jutott el, hogy tulajdonképpen egy saját kreativitásból alkot meg teljes meséket, hosszú meséket, olyan meséket, amik aztán a közbeszédnek, a közgondolkodásnak részévé válnak? olyan figurákat, akik, akiket megismernek, és a figurájukról ismerik meg. És aztán még tovább megy, és azt mondja, hogy lehet, hogy egyszer csinálok egy filmet a szerelmünkben, ami, ami még inkább én vagyok, és nem egy átvitt dolog. Hogy azért egy kis filmos, hogy megjelenik a szája szélén ott a felhőkön. Nem? Mindig is megjelent az ő szája a szélén egy filmosról. Tehát az apám szerintem egyébként nagyon büszke volt, két dologra volt büszke velem kapcsolatban, az egyik, hogy nagyon szépnek talált, valamilyen rejtés. Nagyon reddés, fontos volt apámnak, nagyon szerette oldanak, a szép nőt. Gyönyörű, gyönyörű nőnek talált, és erre rettenetesen büszke volt, hogy neki ilyen szép a lánya. Úgyhogy alapvetően azért a dicséretének mondjuk a 95%-a az e irányult. <laughs> Igen, ez egy gen, gen, nem annyira gendersemleges volt az ügyvelése. Maradjunk annyiban. <laughs> És az, hogy egyébként, ne, egyébként nem vagyok buta sem, a, azt is azért finoman jelezte, bár szerintem roppantul szemtelen voltam, és felvágták a nyelvem, és ez azért elterjesen bosszantotta. Tehát azért ilyen szempontból az én nagyon nagy szájú személyiségem az ő, az ő klasszikus férfi domináns gondolkodását egy kicsit bosszantotta. És én azért rettetesen rá is játszottam arra, hogy őt jól föl is bosszantsam minden alkalommal, amikor lehet. De én azt gondolom, hogy a szívem mélyén azért egyébként ő mindig is nagyon büszke volt rám, még amikor nem voltam ilyen sikeres, akkor is nagyon büszke volt rám. És alapvetően volt benne egyfajta összekacsintás az alapfajta dologgal, hogy te meg én, azért ugye ők tudós emberek, te meg én ugye elmentünk ebbe a bohém, bohém művész, művész csepürágok. Világva, csepürágok közé, ami teljesen érthetetlen, hiszen valamennyi ágról, ugye orvos származunk, tehát mindenféle nagy nagyszüleinknek, minden, nagybátyáink, mindenki orvos volt, aki, akit csak ismerünk, és hát egyszer csak lettünk mi, akik teljesen el, eltévejettünk ettől az úttól. Én azt gondolom, hogy volt benne egyfajta összekacsintás, és hát nyilván a, a te nagyon magas művészetű tevékenységedet az sokkal vállaltabban lehetett szeretni, meg vállaltabban lehetett, mint egy kereskedelmi televíziós szerkesztőnek vagy producernek a munkáját, de volt benne egy összekacsintás arra, hogy azért neki is volt egy bohém énje, én azt gondolom, és, és, és erre, erre abszolút rezonált az, amit én csinálok. Ez így van, és ráadásul ugye, ha ismerte őt, és lát, megnéz téged, akkor egy az egybe, tehát te neked a vonásaid is, nagyon sok szempontból egyébként szerintem a, a temperamentumod is az apánktól jön, én meg ugye anyámra hasonlítok, tehát ezt így le, leosztottuk egymás közt, de azt gondolom, hogy a végkicsengésnek biztos, hogy nagyon fontos, hogy mi nagyon szerencsés emberek vagyunk, mert, mert, mert szerencsésen tudtunk azonosulni a szüleinkkel. Én azt gondolom, hogy mindenkinek az egy fontos lépés az életében, hogy a lázadás után megtalálja a szüleihez vezető utat. Tehát, miután elmentél otthonról, és becsaptad az ajtót, utána visszamenj azon az úton, és ezt te végigcsináltad. Nagyon én, jó sokszor párszor, jó párszor becsaptam azt az ajtót. Sokszor becsaptad az ajtót, én ezeknél mindig általában jelen voltam, és próbáltam a diplomáciai képességeimet tökére fejleszteni, ami nagyon jól jött egyébként, és a mai világban egy, egy nagyon fontos skill lett. De hogy, hogy ezt az oda-vissza utat megtettük, és én csak tényleg annyit kívántok magunknak is, és mindenkinek, aki ezt hallgatja, hogy, hogy ő is, illetve a gyerekei ezt az utat tegyék meg. Csapják rá az ajtót, amikor kell, meg szakítsanak vele világnézetileg, meg nem tudom mi. És aztán el fog jönni az a pont, amikor nem csak a szüleinkről mondhatjuk el, hogy bennem ők egymást, hanem a mi életünk is összefonódik az övékkel. Szerintem a mi esetünkben is valami ilyesmi van. Nagyon köszönöm, hogy Szép eljöttél. volt. Puszi.